Tornádók pusztítottak Texas északi vidékein vasárnapról hétfőre viradóan. Dallasban és Fort Worth-ben volt a legjelentősebb a kár. Dallas-tól délre több kisebb tornádó is lecsapott. A heves esőzésekkel kísért szélőkések miatt több mint 100 ezer háztartás maradt áram nélkül. Késtek a repülőjáratok, zárva maradtak a megrongálódott iskolák. A viharban hat ember megsérült, de halálos áldozat nincs. Összesen három embert kellett kórházba szállítani. A katasztrófa elhárítás munkatársai sebesültek után kutatva jelenleg házról házra járnak az érintett területeken.